Tojás! A bátorság próbán 4 doboz tartalmát találhatták ki a fiatalok, többnyire terméseket, gumirovarokat és tojást tapinthattak ki. Tavaszi dekorációkat is készíthettek a látogatók, nemzeti színű papírvirágokat vághattak ki. Ezek mellett párosító játékon is kipróbálhatták ügyességüket. Meg kellett nézni, hogy kit kellett találni, hogy milyen állatot ábrázol az, ami ott található az asztalon. És akkor ott vannak ilyen képek segítségnek, és akkor azokon voltak állatok, és ki kellett találni, hogy melyik állat az. Oda nézve szokni. A Festetics Imre Élménypark hozz egy virágot és hagyd itt a nyomot felhívására, többen is adományoztak növényeket. Ők újranyomataikkal öltöztethették fel a festett fát. Azért látogattunk el ide, mert nekünk ez egy kedvenc helyünk, itt ez az állatpark, és mivel olvastam, hogy a mai nap sok program lesz, ezért kihasználjuk a lehetőséget, egy ilyen mama unokák napot tartunk, és 2 levendulát hoztunk, arra gondoltunk, hogy az a több éven át reméljük, hogy majd díszíti itt a parkot. A tavaszra több kisállat is született az állatparkban, bárányok és bivajborjú is várja már a látogatókat. Hamarosan megellenek a kecskék is, a vadas parkban is várható lesz szaporulat. Az élményközpont számos újdonsággal készül idén a vendégeknek. A megszokott minőség mellett várhatóak változások. Azt gondolom, hogy sokkal több lesz. Túl azon, hogy új állataink lettek. Ezen kívül március közepén magának a természetházának a kiállítási anyagát is jelentősen frissítjük, és új interaktív elemeket, VR és AR elemeket fogunk behozni, és egy kicsit több erdőt hozunk be, ugyan stilizált formába, virtuális formába, de egy kicsit több erdőt hozunk be, egy kicsit közelítjük a szakmánkhoz a létesítményt. A Bakonyerdő ZRT munkatársainak küldetése, hogy megszerettessék a fiatalokkal a természetet. Idén is számos családi nappal készülnek. Újdonságként indítják el a Vásárolj és hagyd nálunk a gyermeket programot szombatonként, valamint nyári táborok is lesznek.